Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket! A mai estén egy felhívást szeretnék felolvasni Péter apostol második leveléből, a harmadik fejezet 10. és 11. verséből, amit majd szeretném, hogyha közösen végig gondolnánk. Így hangzik ezen a helyen a Biblia. Az Úr napja pedig úgy jön majd el, mint éjjeli tolvaj. Amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek. Mivel hogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben? Ez tehát a felhívás, ez tehát a kérdés, méghozzá egy végső kérdés, a végső kérdés, hogy nekünk embereknek milyeneknek kell lennünk szent életben és kegyességben. Minden egyes emberi életnek ez a végső kérdése, és arra adatott az életünk, hogy erre választ találjunk az életünkben. Mire használjuk az életet, mire végezzük az életünkben, mire jutunk az életünkben, mire fejlődünk az életünkben. Minden embernek erről szól az élete, de az idézett kijelentés szerint van egy olyan korszak, ahol ez a kérdés sürgetővé válik, mert nem biztos, hogy a korszakot megélő emberek végigélhetik az életüket emberi várakozás szerint. Itt is azt olvastuk, hogy mivel, hogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben, akik a világ elmúlását túl akarjátok élni. Tudjuk azt, hogy egyszer minden felbomlik, hiszen ezt maga az Isten mondta meg ezen a helyen is, és más helyen is a Bibliának. A Biblia tanítása szerint nem volt mindig ez a világ úgy, ahogy most van, és nem is lesz mindig úgy, ahogy most van. Volt kezdete, és ahogy volt kezdete, ugye a Biblia legeleje foglalkozik ezzel a kérdéssel, ugyanúgy vége is lesz egyszer, mert ebben a formában nem folytatódhat vég nélkül. A lezárulással kapcsolatban sok helyen olvashatunk a Bibliában. Egy ilyen szakasz például, egy kiemelten fontos szakasz, Máté evangélium a 24. fejezete, ami egy olyan szakasza az evangéliumnak, ahol Jézus Krisztus személyesen beszélt hozzánk, és tájékoztatott bennünket arról, hogy nem csak lesz vége az emberi történelemnek, hanem arról is, hogy milyen előjelei lesznek, milyen körülményei lesznek annak, amikor a történelem lezárul, és amikor ő visszajön, mert ez a két esemény azonos egymással. Jeleket említ ebben a fejezetben Jézus Krisztus, és ezeket a jeleket alapvetően két csoportba lehet sorolni. Egyrészt a természetben, másrészt a társadalomban mutatkoznak majd jelei, előjelei annak, hogy valami a vége felé közelít, és hogy a történelmünk le fog zárulni. De egy másik csoportosítás is lehetséges, szintén két részre oszthatóak a jelek ebből a szempontból is. Tudnélik, amit mindenki lát majd az eseményekből, és mindenkinek oka és alkalma van elgondolkozni mindazon, amit lát. És egy olyan csoportja is van a jeleknek, amit csak azok látnak, azok értenek, azok értik igazán a súlyát, akik ismerik a Bibliát, megértették az összefüggéseit, mert tanulmányozzák és kíváncsiak rá. A jeleknek abba a csoportjába, amelyeket nem mindenki ért, csak azok, akik a Bibliát ismerik, forgatják, tanulmányozzák, a jeleknek ebbe a csoportjába tartozik például a Jelenések 13. fejezetében olvasható leírás arról, hogy az Egyesült Államoknak és a Vatikánnak fontos szerepe lesz a végidőben, pontosabban a kettő szövetségének meghatározó szerepe lesz abban, ahogyan az emberi történelmet, az emberi társadalmat alakítani fogják majd a vég idején. Mára például ez már látható, hiszen alakul is az Egyesült Államoknak az egyeduralkodó domináns szerepe gyakorlatilag a világban, és hogy a Vatikán is visszatért az aktív tevékenység színpadára hosszabb szünet után. Ez az, amit talán kevesen fedeznek fel, vagy kevesen becsüljük a jelentőségét, de a Bibliát ismerő emberek nagyon is. A másik területe a jeleknek, amivel viszont mindenki belelát, hiszen mindenki látja, hogy ezek bajós fejlemények és aggodalomra adnak okot. Ezekkel a természet és a társadalom egyaránt szolgál, és ezeknek a felismeréséhez, ahhoz, hogy ez bennünket foglalkoztasson, a jövő kérdéseit felvessük magunknak, ehhez nincs szükség személyes hitre, egyszerűen józan gondolkodásra van szükség, és egy olyan gondolkodásra, hogy ne meneküljünk el a tények elől, és amit látunk. Ne engedjünk a strucc politikának. Ilyen jelek például, amelyeket Jézus említett, hogy földrengések lesznek mindenfelé, járványok, éhínségek, arról beszélt, hogy lesznek háborúk, háborúk hírei, ezt külön ki is emelte, tehát nem csak az átélt háborúkról beszél,
hanem hogy az emberiséget le fogja terhelni a sok híradás is a háborúkról, ami azt gondolom, hogy kifejezetten egy kortünet, hiszen nem csak sok a háború mostanság, hanem korábban nem látott módon juthatnak el hozzánk a háborúk hírei nagy tömegben, és hát nagyon meggyőző módon, hiszen esténként gyakorlatilag tudósításokat láthatunk, filmfelvételeket háborús és harci cselekményekről. Azt is mondja ez a szakasz a Bibliában, hogy nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen támad. Vagyis azt mondja, hogy nem csak hagyományos értelemben vett háborúk lesznek, amelyek régen is folytak birodalmak között, hanem ma már sokkal gyakoribb etnikai természetű, vagy kisebb embercsoportok között zajló összecsapások és konfliktusok. Erről szólnak tehát a proféciák, és hogyha megvizsgáljuk azt, hogy mi folyik most körülöttünk a világban, akkor csak ugyan úgy tűnik, mintha tényleg felbomló félben lenne az a világ, amiben élünk. Ez igaz a természetre nézve is, hiszen úgy rogyadoznak a természetnek az erősségei, az elemei, ahogyan itt olvassuk ebben az igében, amit az elején felolvastam. Azt olvastuk ugye, hogy az elemek pedig felbomlanak, és mivel hogy mindezek felbomlanak, el kell gondolkodjunk a magunk sorsán, a magunk jövőjén. Most is úgy tűnik, hogy ami eddig a természetben biztos volt, az évszakok változása, az áramlatok alakulása a Földön és a legkülönbözőbb dolgok, ezek mintha elhagynák az eredeti rendjüket, mintha másként működnének. És nem csak a természet működik másként és van bomlófélben, hanem a társadalomnak az eresztékei is, mintha repedeznének, rogyadoznának. Csak néhány példát hadd mondjak ízelítőül. Talán egyik legmegrázóbb hír és egyik legsúlyosabb az iszlám állam létrejötte, amely egy nagyon sajátos törekvés folytat, nagyon sajátos eszközökkel és nagyon félelmetes módon a Közel-Keleten. Rengeteg hír kapcsolódik ehhez. Ezzel némileg átfed a szíriai polgárháborúnak a kérdése, de említhetnénk Észak-Koreát is, amely hát évtizedek óta egy kuriózumnak számít a berendezkedésével, a szerepével, a saját lakosságához való viszonyával és a politikai fenyegetéssel, amit a léte és a fegyverei jelentenek. Nigériában is iszlám terroristák garázdálkodnak, Izrael és a gázai övezet konfliktusa is a közelmúltban sokat volt terítéken a hírekben és okkal. Ide talán egy másfajta hírt is hadd szerkesszek be egy utalás erejéig, az Ebola járvány, amely azért foglalkoztatja a világot, és való most már a fejlett világot is, hiszen érzik a civilizált, a nyugatinak nevezett világnak a lakosai is, hogy a modern civilizáció talán megvédi őket ettől a járványtól, de már itt is megjelent és megvetette a lábát. Egy nagyon közeli problémát vagy konfliktust is hadd említsek a sorban, ez pedig Ukrajna, az ukrajnai konfliktus Ukrajna és Oroszország között, ami egész közel van hozzánk. Nem kell azonban ahhoz háborús övezetben élnünk, hogy fenyegetettséget érezzünk. Két más éregű példát is hadd említsek. Az egyik az India esete, ahonnan mostanában gyakran lehet híreket kapni arról, hogy milyen erőszakos cselekményeket követnek el nők ellen, újra meg újra tömegesen. Úgy tűnik, hogy ez ott egy jelenség, és mintha nem bírnának megbirkózni ezzel a helyi hatóságok, vagy nem akarnának azok az ottani felelős szervek, vagy maga a társadalom, holott egy hatalmas embertömeg ér ott együtt ezek szerint ilyen támadásoknak is kiszolgáltatva. De mondhatnánk más területet is Magyarországon is, hogyha figyeljük a híreket, megszaporodtak az erőszakos bűncselekmények, néha egészen hajmeresztő, milyen kegyetlenséggel hajtanak végre egészen minimális haszonért vagy nyereségért emberek büntetteket. Teljesen az az ember érzése, hogy mindenütt embertelenség és kegyetlenség jelenik meg, nem csak háborús övezetekben, hanem békésnek mondott helyeken is a világban. Mint hogyha megváltozott volna a világ, mint hogyha a törvények nem fékeznék az embereket, és mint hogyha az Isten lelke sem tartaná már féken őket. Ami azért is fontos, mert a Biblia szerint eljön az az idő, amikor ez a fékező erő, amit az Isten lelkének a jelenléte jelent, visszavonatik a földről. Az, hogy eddig is ilyen volt a történelem minden bajával együtt, annak köszönhető, hogy az Isten fékezte a gonoszságot, de ez a fékez szűnőben lesz, azt olvassuk a Bibliában, sőt, talán most már kimondhatjuk azt is, hogy szűnőfélben van, és ez is magyarázat erre a sok mindenre, amit itt próbáltam csak ízelítő kedvéért feleleveníteni, megmutatni. Az előbb elmondottakat látva nem annyira az a kérdés, hogy bomlófélben van-e a világ,
Ugye, amit először felolvastam, hogy az elemek megégve felbomlanak a földi és a rajta lévő dolgok megégnek, ez a végső elmúlása lesz a bolygónknak. Az anyagi mi voltában is gyakorlatilag elemeiben is elmúlik, ezt mondja a Biblia. Tény, hogy amiről én most beszéltem, még nem ez a stádium. De az is tény, hogy úgy tűnik a bomlásnak van egy folyamata, és az már elkezdődött a természetben és a társadalomban. És az igazi kérdés nem annyira az, hogy valami felbomlás irányába haladunk-e, ha valaki ezt őszintén megnézi, hanem sokkal inkább az, hogy mindezt látva, mindezt megélve a hétköznapokban, mindezzel szembesülve újra meg újra a híradásokban, hogyan éljük meg mindezt, és hogyan hat ránk. Azért is mondom ezt, mert ez engem is személyesen is megragadott, foglalkoztatott. Mikor figyeltem a híreket, én általában interneten olvasok otthon híreket, de azon kaptam magam, hogy nap mint nap olvasom, hogy az iszlám állam hogyan halad előre a maga előrenyomulásával, meg tudják állítani, nem tudják megállítani, mert érdekelt, mert nyomasztott az ott élő embereknek a sorsa, akiknek a sorsát ez alapvetően meghatározza. És azon kaptam magam, hogy nyomaszt. Nyomaszt az, hogy akár mibe belegondolok, akár merre tekintek a világban, nézve a híreket, mindenhonnan ezeket a bajós és rossz híreket hallom, mindenütt nyomorúság, küszködés, félelem, rettegés, háborúk, éhínségek, nélkülözés, emberek rovására élnek. Régen is így volt, tudom, de valahogy most mégis olyan töménynek tűnik ez a kép. És ezért kérdés az, hogy vajon mit kezdünk ezzel, hogyan tudjuk ezt magunkban feldolgozni. Akár nem hívő emberként, akár a hittel barátkozó emberként, akár hívő emberként, gyakorló hívőként. Azt gondolom, hogy az egyik veszély az az, hogy fásultá válunk. Azt mondjuk, hogy úgyis meg volt jövendőlve, ennek így kell lennie, és nem foglalkoztat minket az, hogy minden mozgásban van, pedig foglalkoztatnia kéne. Saját magunkra nézve is, a saját magunknak feltendő kérdésre nézve is, hogyha ez mind elmúlni látszik és felbomlani látszik, vajon én kész vagyok-e arra, hogy az én gyönge emberi mi voltomban, értem ez alatt a mulandó testi mi voltunkat is, de a lelki mi voltunkat is, átvészeljen mindezt, és túléljen mindazt, ami erre a világra vár. De olyan értelemben is foglalkoztatnia kéne mindennek bennünket, hogy mi lesz a többiekkel, akik mindenről semmit sem tudnak. Mi lesz a többiekkel, akiket figyelmeztetni kéne. Vajon a többiek, akik mindenről semmit sem tudnak, már mint amit a Biblia mond mindenről, azok hogyan érik meg a hétköznapokat? Hogyan érik meg a hírekkel való szembesülést? Vajon őket mennyire nyomasztja mindez? Vagy a könnyebb utat választják, és örülnek annak, hogy nem velük történik, hanem valahol máshol a világban? Engem azt foglalkoztat, hogy emberek tömegei élnek és szenvednek így napról napra. Nekik nem olyan céljaik vannak, mint nekünk, mikor felébrednek, hogy mit szeretne ma elérni, vagy mit szeretne elkerülni. Nekik olyan problémáik vannak, hogy szeretnének egy napot túlélni, mondjuk egy háborús övezetben, a gyerekeikkel együtt, meg a családjukkal. Szeretnének egy napot túlélni úgy, hogy nem halnak éhen, hanem legalább egyszer tudnak majd enni, mert vannak ilyen helyek a világban. Lehet, hogy nem is messze tőlünk. És amikor belegondolok abba, hogy milyen súlyos, elemi problémákkal és kérdésekkel küzdenek emberek, ugyanebben a világban, amelyikben én is élek, nehézé teszi valahogy számomra a saját életemet is. Annyiból segít, hogy az ember a helyén tudja kezelni a saját körülményeit és megbecsülje azt, de rossz belegondolni, hogy embertömegek velem egy időben ilyen alapvető problémákkal küzdködnek. És én arra jutottam, hogy valószínűleg ez a bolygónk igazi arculata. Nem az az élet, amiben mi élünk, itt mondjuk ebben az ugában a világnak átlagos életkörülmények között, hanem ahogyan embertömegek élnek most is más földrészeken, háborúk és éhínség és nyomorúság közepette, és valószínűleg ez volt a bolygónk igazi arca a múltban is, a történelemben is. Hívő emberként az is fenyegethet bennünket, hogy biztonságban érezzük magunkat, mert mondjuk messze vannak ezek a cselekmények és események, úgy érezzük, hogy nem kell ezzel foglalkoznunk. Talán nem is csak a hívőket környékezi meg ez a gondolat, ez a belső védekezés tudat alatt. Igen ám, de én azzal zártam a sort, hogy Ukrajnában is probléma van. Az pedig szomszédország, tény, hogy nem kis ország, és tény, hogy a másik végén van a probléma, de az is tény, hogy nem akárki van a másik végén, a világ egyik legnagyobb hatalma az Oroszország, az orosz hadsereg. És hogyha belegondolunk, hogy milyen volt itt bő 15 évvel ezelőtt, vagy közel 20 évvel ezelőtt a délszláv válság, nekem ismerősök mondták, hogy a déli határnál áthallatszott az ágyúszó a horvát területekről.
nem biztos, hogy minden messze van tőlünk. Már csak azért sem, mert sohasem tudjuk, hogy mikor ér el bennünket egy katasztrófa, egy földrengés vagy egy személyes baleset, annyi minden történhet emberekkel. Aztán azért is érezhetjük magunkat egyfajta biztonságban, mert úgy érezzük, hogy mi hívők vagyunk. De ne felejtsük ki, hogy ott is élnek hívő emberek. A saját atyánk fiai, a saját felekezetünk tagjai is, Ukrajnában is erre voltak egy adventista lelkészt egy úrvacsoráról. Azóta különben elengedték, tehát ő ezt túlélte, ezt a kalandot vagy megpróbáltatást. De ez is azt mutatja, hogy önmagában a hit nem jelenti azt, hogy ilyen kérdésekkel nekünk nem kell foglalkozni, mert nekünk garanciánk van és mentességünk van az ilyen helyzetek alól. Idevág az a gondolata is a Bibliának, ami szintén foglalkoztat, amikor ilyen híreket hallok, amikor Jézus Krisztus azt mondta, hogy ne gondoljátok, hogy azok, akikre ráomlott a torony Siloámban, rosszabbak voltak nálatok. Nem azért érnek embereket súlyos próbák, vagy éppen tragédiák, mert ők nem olyan jók, mint mi vagyunk, és minket nem azért nem érnek, mert mi jobbak lennénk másoknál. Ne gondolkozzunk így, vigyázni kell, ki kell üzni ezt a fajta gondolkodásmód, még a hajlamot is a lelkünkből. Inkább azt kéne ápolnunk, amire egy nagyon szép példát látunk Dávid történetében, de sajnos nem Dávidtól. Azt olvassuk a Bibliában, hogy amikor Dávid vétkezett és elvette az egyik főemberének a feleségét, Uriásnak a feleségét, utána megpróbálta ezt a hibáját oly módon elkendőzni, tudni gyermekfogant, hogy Uriást hazarendeltette, és azt remélte, hogy a látszat majd az lesz, hogy Uriási a gyermek. Csak Dávid csalódott, mert Uriás nem ment haza. És amikor számon kérte, hogy hát miért nem ment haza, ez lett volna a természet, és Uriás azt mondta, hogy miközben Rabba városát vívja a hadsereg, az ő elöljárója, az ő társai, aközben ő úgy érezte, hogy ő nem érhet felhőtlenül és felszabadultan és boldogan otthon, mint hogyha nem ez lenne, és mint hogyha neki nem ott lenne a helye. És azt gondolom, hogy ettől az Uriástól, akitől összesen ennyit olvasunk a Bibliában, semmi más nem tudunk róla, csak azt, hogy áldozatává vált kétszeresen is Dávid bűnének. Ettől az Uriástól meg kéne tanulnunk azt, hogy a személyes életünket és boldogságunkat ne függetlenítsük az embertársaink, a fele barátaink, az emberek boldogságától, ne azon az áron legyünk boldogok, hogy a többiek bajával nem foglalkozunk. Azért is kellene foglalkoznunk ezekkel a kérdésekkel, tehát ezekkel a fajta jelekkel, amelyek a természetben és a társadalomban mindenki számára nyilvánvalóan mutatkoznak, mert az emberek ezt látják, és talán sokakat azért foglalkoztatnak is, hogy nem mondjam, nyomasztanak. Ha az összeomlás fenyeget, mindezt látva, ugye, mert ez derül ki ezekből a jelekből, akkor fel kell tennünk azt a kérdést, amit az olvasott bibliai szakasz is feltett, hogy mivel hogy azért mindezek szemmel láthatóan felbomló félben vannak, milyeneknek kell lennetek néktek, szent életben és kegyességben ahhoz, hogy mindazt, ami erre a világra vár, átvészeljétek, túléljétek és megállhassatok. Nagyon érdekes, én azt figyeltem meg, lehet, hogy tévedek, de mégis úgy gondolom, igazam van, hogy sokszor még a Bibliát ismerő emberek is, mintha inkább azokat a jeleket magyaráznák a többieknek, akik még nem ismerik a Bibliát, amelyet fontosnak tartanak a magyarázók. Amire utaltam is az elején, például a Jelenések 13 szereplői, ennek a szövetségnek a formálódása, az, hogy mindinkább előtérbe kerül már, ezek nagyon fontos dolgok, de talán azok nem érzik át a jelentőségét, akik ezt nem tudják és nem erre figyelnek. Azt azonban, hogy minden mozgásban van, hogy mindenütt háborúk vannak, természeti katasztrófák, földrengések egymást érik, és a gonoszság és a terrorizmus egyre inkább uralja valahol legalábbis a híradásokat és az életünket ezáltal közvetve, ezt nem kéne magyarázni az embereknek, mert ez jelen van, ez foglalkoztathatja őket, talán foglalkoztatja is őket. Viszont nekünk valamit mondanunk kéne arra nézve, hogy mi adhat nekik egy ilyen világban támaszt. Lehetnek-e, és ha igen, hogyan lehetnek boldogok? Hogyan lehet szabadulni ennek a nyomasztó hatása alól? És hát a végső kérdés, ugye, amit az alapigénk is felvet, hogyha mindezt látja valaki, mert látni láthatja ezekből a jelekből is, akkor segítsünk feltenni a helyes kérdést, ebben segít nekünk is Péter apostol, hogy látva a világ hanyatlását és elmúlását, ideje feltenni a kérdést, hogy túl lehet-e ezt élni, és ha igen, hogyan, mit kell ahhoz tennem.
Nem feltétlenül az a dolgunk, hogy megmondjuk embereknek előre, hogy mi fog történni, mert ez önmagában nem segít. Legyünk őszinték, hogy nekünk, akik sokat foglalkozunk a Bibliával, és sok mindent tudunk előre, tudtunk előre eddig is, és beigazolódni látszott, a személyes életünk, a személyes hitünk, a személyes belső békességünk szempontjából nem biztos, hogy segített. Nem biztos, hogy jobb emberek leszünk azáltal, ha ismerjük a proféciákat. A proféciák ismerete hasznos dolog, kívánatos dolog, fontos dolog és szükséges dolog, de ez önmagában nem térít meg bennünket, nem segít új útra térni bennünket. Nem elég tudni, hogy mi lesz, ettől még ott állok az események forgatagában, és nem biztos, hogy meg fogok állni benne, hogy a rákövetkező ítéletben sem. Ez csak akkor lenne igaz, tudnék, hogy elég a proféciák ismerete, hogyha elméleti válaszokat kéne adnunk az eljövendő időben. Hogyha olyan kérdéseket kapnánk, hogy tudom, hogy mi a válasz arra, hogy. De nem ez a jövő. A Biblia szerint a jövő az egy súlyos megpróbáltatás minden emberre nézve. Élethelyzetek szintjén. Meg kell találnom a megfelelő válaszokat, és helyes magatartással kell választ adnom adott esetben, nem szóban és nem elméletben. És ez az ítéletre még inkább igaz. Súlyos lesz az, ami erre a világra vár. Ugye a Biblia kifejezetten úgy fogalmaz, hogy olyan nyomorúság lesz, amilyen nem volt, mióta nép kezdett lenni a Földön, és nem is lesz soha. Ezt leírta Dániel a 12. fejezetében a könyvének, és ezt idézte tőle Jézus Krisztus Máté Evangélium a 24. fejezetében, abban a fejezetben, amire már utaltam itt korábban. Amikor ezeket a híreket és fejleményeket látjuk tehát, amit itt próbáltam összegezni, amikor a világ kilátástalan jövőjét le kell fordítanunk egy egyszerű kérdéssé, akkor valahogy így kell azt megtennünk, ahogy Péter is tette, csak egy kicsit most bővítem, hogy még gördülékenyebb legyen a gondolat és mára szabott. Mivel hogy azért mindezek szemmel láthatóan felbomlanak, és itt nincs folytatás, ez is nyilvánvaló, akkor méreknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben, ha mindezt túl akarjátok élni, ha bebocsátást akartok nyerni az eljövendő tökéletes országban, amit Isten megígért. Ez az a kérdés, amivé le kell fordítani önmagunk számára is ezeket a jeleket, és ez az a kérdés, amivé le kell fordítanunk a fele barátaink számára is ezeket a jeleket. Úgy gondolom, hogy erre szükség van. A bűnbánatra hívás az, amire szükség van, és nem pusztán újabb ismereteknek az átadása, vagy azokról való meggyőzése az embereknek. Hozzá kell tennem persze, hogy úgy nehéz ez a bűnbánatra hívás, hogyha magunk nem állunk a hatása alatt. Úgy nehéz meggyőzően feltennünk Péter apostol kérdését, hogyha minket még nem szólított meg ez a kérdés, és nem érintett meg, de hiszem és remélem, hogy bennünket is megérint és megérintett. Ehhez kapcsolódik a következő gondolat, amit felszeretnék vetni, hogy hogyan hat ránk, és mit mondjunk a mi fele barátainknak egy olyan világban élve, mint a miénk, mint a mostani, amelyik máladozik. Mit mondhatunk nekik, hogy lehet-e itt élni, dolgozni és boldognak lenni? Ez egy fontos kérdés, és napi kérdés, és megválaszolásra váró kérdés. Én is feltettem magamnak ezeket a kérdéseket, egészen személyesen is, hogy önmagamat hova állítom, hogyan értékelem az eddigi életemet mindezek fényében, hogy mivel hogy azért mindezek elmúlnak, hogyan néz ki az életem ennek a hátterén. Őszintén mondom, én nem érzem úgy, hogy elvégeztem volna a dolgomat a saját életemben önmagamért, amit el kell, amire az Isten időt adott, és azt sem érzem, hogy másokért mindazt megtettem, amit lehetett volna. Sok veszteséget érzek, amit sajnálok időben és egyáltalán az életemben. És pontosan erre figyelmeztet ez az ige is, hogy ideje ráébredni mindenre, és ideje tenni valamit. Gondolom nem vagyok egyedül ezzel az önértékeléssel, amit itt röviden elmondtam. Gondolom mások is ezzel küzdenek, és örülök neki, ha küzdenek, mert szerintem mindnyájunkra igaz ez valahol. Kicsit olyan ez, mint a tékozló fiú példázata. A példázat szerint nem egy tékozló fiú van, a példázat szerint mindnyájan tékozló fiúk vagyunk. A mértéke lehet valamelyest különböző, de a lényegét tekintve mindnyájan tékozló fiúk vagyunk. Pontosan erről szól ez is, amiről beszéltem az imént, az életnek a kihasználása vagy eltékozlása. Minden hónapnak, minden napnak és minden hétnek értéke van, és hogyha igaz az, hogy az idő véges, és ha igaz az, hogy az idő fogytán van, akkor gyakorlatilag annak arányában, ahogy fogy a hátralévő idő a történelmünkben,
annak arányában egyre nagyobb veszteség minden egyes nap, minden egyes hét, minden egyes hónap. A közgazdaságtanban van egy olyan elmélet, hogy a határhaszon elmélet, aminek az a lényege, hogyha éppen nincs semmink, mondjuk egy forintunk sem, és valaki megszállni és ad 100 forintot, akkor okunk van örülni, mert ez egy jelentős előrelépés a semmihez képest. Ha viszont valaki megkapja mondjuk a jó kiadós vagy átlagos magyar fizetését hó végén, és akkor ad neki valaki 100 forintot, hát ahhoz képest azért nem egy olyan látványos különbség, mondjuk kosárpénznek jó a szupermarketben. Ugye ezzel szeretném érzékeltetni, hogy valami ugyanaz az összeg, ugyanaz az érték, ugyanaz az érme, annak az értéke nagyban függ attól, hogy mihez viszonyítom. Ha nincs, ha semmihez képest sok lehet. Ha egyébként sok van, ahhoz képest elenyésző. Na valahogy így van ez az idővel is, hogyha úgy gondolkodunk, mint egy fiatal ember az élet elején, és sok időm van még, akkor ahhoz mérten egy-egy napot elvesztegetni, egy-egy hetet elvesztegetni az életből, nem nagy veszteség, mert van belőle bőven. De ha úgy gondolkodok, hogy már a vége felé járok, és nagyon meg kell gondolnom, hogy mire használom, akkor felértékelődnek ezek a látszólag kicsi és jelentéktelen egységek is. Egyszer például a fogorvosnál jártam, egy idős úr volt akkoriban a fogorvosom, és ajánlottam neki egy könyvet, ahogy beszélgettünk, és azt mondta, hogy majd meglátja, még meg kell gondolja, hogy elolvassa-e. Mert neki már meg kell gondolnia, így fogalmazott. És kérdeztem tőle, hogy miért, hát a szemével van baj, hogy romlik esetleg a szeme, és ezért gondolkodik, és azt mondta, hogy nem, neki a korával van baj, hogy neki annyira előhaladott a kora, hogy neki már meg kell gondolnia, hogy mivel tölti az életét, ami hátra van. Megmondom őszintén, az egy 20 évvel ezelőtt volt, engem nagyon meglepett, hogy ugye én akkor nem ilyen kategóriákban gondolkoztam, akkor még olyan nagy távlatok voltak előttem, fel sem merült, hogy így is lehet, vagy így is kell gondolkozni. Most 20 éve elteltével már jobban értem azt, amire gondolt, és még mindig vagy 20 évvel fiatalabb vagyok az akkori nálánál, az akkori életkoránál. Át kell értékelnünk a dolgokat, és nyilván egy hívő közösségben élve jó lenne, hogyha közösen értékelhetnénk át ezeket a dolgokat. Én azonban úgy gondolom, hogy nem feltétlenül egyszerre fog ez bekövetkezni egy közösség életében, hogy mindenki egyszerre lép, reformálódik jó irányba. Tény, hogy vannak a Bibliában olyan leírások, hogy felhívást intéznek a papok a néphez, és ennek lehet helye, de vannak olyan leírások is, miszerint eltérő ütemben mutatkozott készség egy-egy reformáció idején az odaszentelődésre. Például Ezékiás király reformáció idején azt olvassuk kifejezetten és konkrétan, hogy a léviták, akik segéderőt jelentettek ugye a papok keze alatt a Szent Sátor szolgálatánál, vagy a templom szolgálatánál, a léviták serényebbek voltak önmaguk odaszentelésében, mint maguk a papok. Vagyis, ami várható lett volna, vagy elvárható lett volna, a szolgálati rendben előjárók, lelki előjárók, hát elmaradtak a, hogy így mondjam, a beosztottaik mögött, az odaszánásnak a buzgóságában. És ez is azt mutatja, hogy nem szabad egymásra várni. A léviták is mondhatták, hogy majd, ha a papok, hát ők kell, hogy példát mutassanak, ők nem akarják beelőzni a papokat. Mivel a papok nem voltak serények, ez volt életszerű, ez volt szükséges, a léviták átadták magukat, és inkább, mint a papok. Valami ilyesmire számítok most is a magam részéről, hogy Isten népe, Isten műve, az ő gyermekeinek a közössége nem biztos, hogy egyszerre fogja átélni a reformáció tapasztalatát. Aki megszólítva érzi magát, annak engednie kell. Annak hagynia kell, hogy vezesse az Isten, és talán az ő megváltozott élete, az ő úgymond felmelegedése a langymeleg állapotban, hogy a Biblia fogalmaz, talán majd ösztönzőleg hat a környezetében is, és így szigetszerűen majd megmozdulnak ezek a kis sejtek, ha lehet így mondani. Én a magam részéről ilyesmire számítok, ez tűnik leginkább életszerűnek. Azt is el kellene döntenünk végre, hogy amit elkezdtünk, a hívő életet, az Isten útján járást, azt befejezzük-e. Ez az idők jeleinek is az üzenete, ez Péter apostol kérdésének is a lényege. Milyeneknek kell lennünk nékünk szent életben és kegyességben? Tudjuk elméletben, na de feltesszük-e újra meg újra ezt a kérdést? Ha nem történik belül valami, akkor dolgozhatunk ugyan többet, végezhetünk több szolgálatot az Istenért, de ha belülről nincs változás, valami döntő áttörés, akkor az a szolgálat az olyan is lesz. Van arra mód, van arra lehetőség, és van arra példa is, hogy több a kára, mint a haszna. Ugye Jézus is mondott ilyesmit a maga idejében a kortárs vallási vezetőknek,
hogy megkerülik az egész földet, hogy valakit pogányból zsidóvá tegyenek, aztán meg megbotránkoztatják. Nem lenne jó ebbe a hibába esni. Azt olvassuk az ígében, azt a tanácsot adja az apostol a munkatársának, hogy viselj gondot magadról és a tudományról, amelyre tanítattál. Szükségünk van arra, hogy gondot viseljünk magunkról. Ezt nem tudja kiváltani, nem tudja ellensúlyozni, nem tudja helyettesíteni azt, hogy mások üdvösségét szolgáljuk. Ez így nem működik. Van egy nagyon jó példa erre a gyakorlatban, fel is írtam ide magamnak, aki utazott már repülőgépen, valószínűleg emlékezni is fog rá, hogy felszállás előtt némi tudnivalót a sztjuárdeszek elmagyaráznak, az utaskísérők elmagyaráznak, hogy mit, hogyan kell adott esetben vész esetén. Általában ezzel egy kicsit el is terelik a figyelmet a felszállás izgalmáról, ez is benne van a dologban. És azt szokták mondani ezek az utaskísérők, hogy ha lecsökkenne a kabinban a nyomás, akkor egy automatika lejti az oxigénmaszkokat a plafonról, tehát minden ülés elé bezuhan egy kis nylon maszk, amit egy gumival rá lehet rögzíteni az ember arcára, hogy tudjon lélegezni, hogy kapjon levegőt a szervezete. És ott mindig elmondják azt, hogy főleg szülők kedvéért, hogyha ez megtörténik, akkor mikor az első maszkot felveszi, azt ne a gyerekére adja rá, hanem saját magára. Ugye, mert a szülő ösztön azt sugalná, hogy a gyereknek segít először, csak hogyha a gyereknek segítő, már lehet, hogy nem lesz ereje a levegő ritkulása miatt, hogy magának felvegye, míg fordítva, ha magának felveszi, utána bármit meg tud tenni, még a gyerekre is rá tudja adni. Vannak ilyen élethelyzetek, ahol le kell győznünk ezeket az amúgy nagyon nemes belső ösztöneinket, és valami ilyesmi igaz a lelki életre is, hogy mielőtt másoknak adnám a kenyeret, a lelki kenyeret, előbb magamnak kell erősödni általa, mert az úgy nem működik, hogy másokat etetek, de én viszont kiéheztetem önmagamat. Vagy egy másik példa ezzel kapcsolatban, hogy befejezzük azt, amit elkezdtünk. Nemrég egy bibliaköri beszélgetésen merült ez fel spontán, ez a hasonlat. Nem tudom, hogy ki mennyire ismerős a magas hegymászással néha hallani az alpinistákról, nekünk is vannak, sőt, hát nemrég tragédia is érte őket, magyar alpinistákat. Ugye ezek a magas hegymászók nem úgy másznak, mint a hétvégi hegymászók. Ők kiszemelnek egy csúcsot, és oda szisztematikusan jutnak fel, eljutnak egy alaptáborba, ott aklimatizálódnak, szokják a levegőnek az összetételét, mert más, mint itt lent, tehát tengerszinthez közelebb. És utána is ugye olyan megerőltető felmenni, hogy egy nap alatt nem lehet megjárni, hanem etappokat, szakaszokat mennek, vannak táborok, az alaptábor fölött van az első, a második, ki tudja hány, ugye ez csúcsonként változik. És amikor elérik a legfelső tábort, onnan intéznek egy úgynevezett csúcstámadást, amivel fel akarnak jutni a csúcsra, meghódítani, ugye ez a célja az egész tevékenységüknek, és még aznap visszajönnek ebbe a táborba, hogy ott megszálljanak, és aztán elindulnak lefelé, nyilván egy kicsit már gyorsabban gondolom, de még mindig szakaszosan. És valahogy ez merült fel bennünk hasonlatként egy bibliakörön, hogy a hívő élet is olyan, mint egy csúcstámadás. A hívő életnek is van egy célja, az a cél, hogy az Isten hasonlatosságára eljussunk. Erre tesszük fel az életünket. Az alpinisták is szenvedélyesek, mert ugye hétköznapi ember olyat nem tud, és nem is biztos, hogy akar, amit ők csinálnak. Ennyiben is jó a hasonlat, hogy a hívő ember is olyasmit vállal, amit sok ember nem vállal. Ez a célunk, ez a vágyunk, hogy feljussunk arra a csúcsra, csak hogy ha a hasonlatot próbálnánk a mi helyzetünkre alkalmazni, sokszor az a benyomása az emberek, mint hogyha összezsúfolódott volna sok hívő ember az alaptáborba, de a felső táborokra még kevesen jutottak fel. És ott van a nagy kérdés, hogy mi, akik eltökéltük, hogy azt a magaslatot elérjük az életünkben, az Isten képűség visszanyerését Isten segítségével és Isten kegyelméből, ezt a bizonyos csúcstámadást, tehát hogy mikor jutunk el oda, ezt mikorra tervezzük. Mert olyan, mintha egy várakozásban élnénk az életünket, hogy mi emellett tettük le a voksunkat, eszünk ágában nincs más célt kitűzni magunk elé, elmenni egy másik csúcsot meghódítani, hírnevet, gazdagságot vagy ilyesmit, mi azt nem akarjuk, mi ezt akarjuk. De minthogyha ennek egy bizonyos pontján megrekedtünk volna, és valami csodára várnánk, hogy majd valami változni fog, és kimozdít bennünket ebből az állapotunkból. Holott rajtunk múlik az, hogy ezt az életet használjuk-e, és ami még hátra van belőle, mert az idő sürget, arra használjuk-e, hogy meghódítsuk azt a csúcsot, amelyre hitet tettünk az életünkben. Ugye az a kérdése az apostolnak, hogy milyeneknek kell lennünk nékünk szent életben és kegyességben. Nyilván erre a kérdésre nem elméleti választ kell adni, hiszen tudjuk, hogy milyennek kéne lennünk, mindjárt idézem is,
hanem azt akarja ezzel mondani Péter apostol, és én is ezért idéztem ezt a szakaszt bevezető gondolatként, hogy mikor érezzük már át végre azt, hogy olyannak kellene lennünk, amiről tudjuk, hogy milyennek kellene lennünk. Tehát nem az elméleti válaszra vagyunk kíváncsiak, hanem a mikorra. Amit az előbb mondtam, hogy mikorra tervezzük a csúcstámadást. Mindenki tudja, hogy ugyanaz a célunk, de mikor valósul meg az életünkben egyenként nekünk? Ugye mi az elméleti válasz a kérdésre? Jézus Krisztust idézem Máté evangélium 5. fejezetéből. Legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Ez a válasz a kérdés, hogy milyennek kéne lennünk szent életben és kegyességben. Ez nem is kérdés. Hogy ez mit jelenti, nem merném pontosan megmondani, nagyon nagy dolgot jelent, az egyértelmű. Az biztos, hogy jelenti azt, hogy ne legyen szeplő vagy sömörgőzés rajtunk, ahogy máshol fogalmaz, tehát ne legyen hiba a lelki életünkben, a lelkiségünkben. És abban is biztos vagyok, hogy a legtöbben még nem tartunk itt. Úgy sejtem, még nem tartunk itt. Erre utalt az előbb a hasonlat, hogy még nem a csúcsnál járunk, még csak az alaptábortáján. Nem tudom, hogy akik most ezt nézik, hallgatják közülünk, mit éreznek, hogy vannak-e olyan hibáink, amikről úgy tartjuk, hogy ezek kizárnak minket a mennyből. Boldog ember, aki erre azt mondja, hogy neki nincs, de őt meg figyelmeztetném, hogy lehet, hogy jobban meg kéne nézni az életét. Ha viszont úgy érezzük, hogy vannak olyan hibáink, amikről Isten joggal várja el, hogy legyőzzük, és ne csak megbánjuk, ha vannak ilyenek, akkor az a kérdés, hogy és akkor mi van? Megtanultunk ezekkel együtt élni? Nem férünk esetleg, hogy úgy maradunk? Ugye gyerekkorunkban szokták mondani, hogy vigyázz, mert úgy maradsz. Most is lehet mondani, hogy vigyázz, mert úgy maradsz. Lejár a kegyelemidő, és úgy maradsz. Úgy maradsz ezekkel a hibáiddal. Mi a mi tervünk, mi a mi szándékunk? Hogyan tudunk mi nyugodtak lenni ilyen körülmények között, hogy tudjuk azt, hogy mi nem vagyunk elfogadhatóak az Isten szemében, és megtanulunk ezzel az állapottal együtt élni. Valami kimondott vagy ki nem mondott mentséget találunk erre magunknak. Ugye mi bajunk már nem az ismeret hiánya, nem azért nem hat ez ránk, mert nem tudunk dolgokat, hanem azért nem hat ránk, mert már tudunk mindent, és nem rász fel bennünket. Azt olvassuk, hogy az úttörőink az 1844-es várakozás idején napról napra készültek Jézussal találkozni. Azt írják, és semmi okunk feltételezni, hogy ez nem igaz, vagy nem őszintén írják, hogy minden nap úgy tértek nyugovóra, hogy lelkiismeretesen megvizsgálták az életüket, és elrendezték az életüket az Istennel. Hogy ha aznap jönne, azon az éjszakán jönne, akkor őket ne érje váratlanul. Ez az egyedül elfogadható, egyedül őszinte, becsületes, egyedül biztonságot jelentő magatartás és hozzáállás. Ez lenne mindnyájunk számára. Ezt én is úgy mondom, mint aki tudom, mégsem mindig sikerül gyakorolni, de tény, hogy erre kell törekedjünk. Más nem lehet elfogadható, minden más kockázatot jelent. Ezért mondta Jézus, hogy legyetek készen, mert amely órában nem gondoljátok, abban jön el az embernek fia. Mi ehhez képest olyan, mintha nyugodtak lennénk. Mi nem az úttörők buzgalmával éljük a napjainkat és zárjuk le azokat, hanem mintha nyugodtak lennénk. Tudjuk, hogy Laodicea az állapotunk, tudjuk, hogy Isten így nem fogadhat el bennünket, hanem ki fog vetni a szájából, mégsem érződik rajtunk, hogy megfeszített erővel keresnénk a megoldást. Pedig azt olvassuk a Tapasztalatok és Látomások című könyvben, a Rostálás című fejezetben, hogy pontosan a Laodiceai üzenet az, ami határvonalat húz rostaként hívő és hívő közé, hogy ki az, aki magára veszi, akire hat, aki megrendül, aki rájön, hogy ez rá vonatkozik, és nem lehet nyugodt, és keresni kezd, és ki az, aki mentegeti magát. És itt szerintem ebből a szempontból gyakorlatilag mindegy, hogy valaki szóban hárítja el magától, nyilvánvaló módon, hogy rá nem érvényes ez az üzenet, vagy pedig valaki elismeri ugyan, azt mondja rá érvényes, de ugyanúgy nem történik semmi utána. Biztos érezzük, hogy a következményeit tekintve a kettő között igazán nincsen különbség. Úgy tűnik igaz ránk, emiatt, amit az imént elmondtam, amit az ige is mond, hogy tudnék, hogy Laodiceáról mondja ezt az ige, Jelenések könyve 3. fejezetében, az utolsó nemzedék hívő gyermekeiről, hogy az ismeret megvan, de Krisztus nincs meg, mert ő kívül van, az ajtó előtt van, és próbál bebocsájtást nyerni az életünkbe. Ezt mondja, ugye nagyon képiesen megragadhatóan az üzenet. Az ismeret az egy hasznos dolog, sőt szükséges dolog, de Krisztus nélkül semmit sem ér, és Krisztus az, aki elengedhetetlen. Krisztusból
Ha Krisztust beengedjük az életünkbe, abból még lesz ismeret. Ha az ismerettel foglalkozunk sokat, abból még nem biztos, hogy Krisztus is lesz, és jelen lesz az életünkben. Kérdés az, hogy mikor halljuk meg, hogy kopogtat, mikor fogjuk beengedni, ugye ő maga mutatkozik így be, hogy ő ott áll és kopogtat, tehát nem némán áll, nem arról van szó, hogy úgy van kívül az életünkön, hogy vegyük már észre, hogy kívül van, hanem azt mondja, hogy jelez, ő jelzi azt, hogy ő kívül van, mint amikor valamelyikünk a másikat kizárja tévedésből, és ugye az jelzi, hogy vegyél észre, hogy valami hiányzik, hát én nem vagyok bent, pedig ott kéne lennem. Ugyanezt olvassuk ott a Jelenések könyve 3. fejezetében is. Kérdés, hogy mikor engedjük be? Mikor vetünk számot arról, hogyha közte kell választanunk, és az életünknek az egyéb fontos dolgai között, amit fontosnak tartunk, ami nem feltétlenül rossz, tehát nem bűnös dolgokra gondolok, csak fontos. Amikor az egyéb értékeink és ő közötte kell választanunk, akkor melyiket válasszuk? Pál apostol azt mondja, hogy mindent kárnak és szemétnek ítélt, ami eddig akadálya volt annak, hogy Krisztust elfogadja. Lehet, hogy nekünk is olyan dolgokat kell letenni az életünkben, ami önmagában lehet, hogy nem bűn, de a mi életünkben akadálya annak, hogy Krisztust elfogadjuk. Erre jó példa a gazdag ifjúnak az esete, amikor Jézushoz ment. Az, hogy ő gazdag volt, az nem volt bűn. Sehol nincs ilyen a Bibliában, hogy szegénynek kéne lennünk. De az ő esetében csapdát jelentett. És Jézus látta, és nem volt véletlen, hogy pontosan ezt mondta neki, hogy add el mindenedet és kövess engem. Tudnék választani a keret a számára legfontosabb és a valójában legfontosabb között, és ő rossz választást hozott. Nálunk lehet, hogy nem a gazdagság lesz az, hanem valami más, de a kérdés ugyanaz, amit a Bibliában olvasunk, Józsué esetében is, amikor a népet felhívta döntésre, vagy Illés esetében, ugye az utóbbi úgy fogalmazott, Illés, úgy értem az utóbbi szemét, tehát Illés proféta, úgy fogalmazott, hogy meddig sántikáltok még kétfelé. Ugye ugyanezt mondta József is, csak más szavakkal, hogy ha akarjátok, akkor választhatok Isteneket innen, onnan, amonnan. Egy biztos, hogy én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk. Nekünk is el kéne döntenünk végre, hogy kit szolgálunk. Minden felbomlani látszik. Nekünk ezt üzenik a híradások, amikkel kezdtem. Mi tudjuk, hogy ez minek az előjele. A világ fiai, ezt úgy értem, hogy akik nem ismerik a Bibliát, csak a világ valóságában élnek, ők várhatnak kedvező fordulatot még. Mi tudjuk, hogy nem lesz. Mivel hogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennünk nekünk szent életben és kegyességben, döntsük el végre. Mennyire komoly ez a döntés, mennyire komoly az odaszánásunk? Úgy is fogalmazhatnék, hogy mitől várjuk, hogy komolyabb lesz? Úgy érzem néha, mint amikor valaki reggel fel kell, hogy keljen, tudja, hogy fel kell, hogy keljen, és olyan félállamban van, meg felébresztette az óra, de visszaalszik. Mert ha egy csodát vár, és mitől fog felébredni, valaki leönti egy vödörjeges vízzel, vagy nem is tudom. Néha ilyen a mi hitéletünk is, hogy tudjuk, hogy nem alhatunk tovább, érzékeljük ezeket a jeladásokat, nem is mély az álmunk ilyen értelemben, mert azért tudatunknál vagyunk lelki értelemben valahol, de minthogyha nem tudnánk erőt venni magunkon és kilábalni az állapotunkból. Nem tudom, hogy mit várunk, ha Jézus áldozata nem győz meg bennünket, és nem rász fel, és nem kötelezel bennünket, akkor a proféciák sem fognak. Hogyha a mostani jelek, amiket én itt most összefoglaltam, ami látható a társadalomban és a természetben a bomlás jeleként, ha ezek nem ráznak fel, akkor más sem fog felrázni. Akkor jöhet vasárnap törvény, ami most ugye napirenden van Magyarországon is újra, ennek egy formája ugye, tehát ez még csak azt jelenti, hogy a vasárnap ne kötelező, de a törvény erejével kötelezik ugye a munkáltatókat és a munkavállalókat, hogy zömükben legalábbis ne dolgozzanak vasárnap. Ugye ez még nem az a vasárnaptörvény, amikor majd köteleznek mindenkit arra, hogy gyakorolja is valamilyen előírt formában azt a vallást, amit hivatalosan is támogatnak. De valahol nyilván már azzal összefügg annak az előszele. Az sem fog bennünket meggyőzni, hogyha a maiak nem győznek meg. Bennünket egyedül az győz meg, hogyha az Isten meg tud bennünket ragadni valami módon a Biblián keresztül, a saját befolyásán keresztül, és megtérésre tud vezetni. És itt jön a nagy kérdés, hogy mitől tér meg egy ember? Mi a megtérés titka? Mitől térhetünk meg még mi is jobban? Ugye ez egy érdekes kérdés, mert talán sokan, akik ezt most nézik és hallgatják, úgy érzik, hogy hát ők már megtértek, megkeresztelkedtek, döntöttek. Hát igen, de mégis az alaptáborban rostoklunk, nem haladunk előre. Valami még hiányzik. Ugye a Bibliában is olvasunk olyasmit, hogy azt mondta Jézus Krisztus Péter apostolnak a 3,5 évnek a vége felé, hogy
te azért idővel megtérvén a te atyád fiait erősítsed. Pedig Péter addigra már túl volt sok mindenem. Túl volt azon, hogy az ördögi lelkek engedtek a munkájuk nyomán, amikor kettesével kiküldték őket, túl volt azon, amikor azt mondta neki Jézus, hogy nem test és vér jelentette ki ezt néked, hanem a Szentlélek, hogy én ki vagyok, és sok más pozitív tapasztalatom volt. Jézus ördögött 3,5 évet, és mégis azt mondta neki Jézus, hogy idővel megtérjek. Igen, lehetséges az, hogy valaki megtér, irányba áll, már tudja, hogy mit szeretne, azt a csúcsot meghódítani, amiről beszéltem, de újabb lökés kell valahogy, újabb elhatározás, újabb elköteleződés kell. És mi az, ami ebben erősíteni tud bennünket? Azt olvassuk a Római Levél 2:4, hogy Isten szeretete az, ami minket megtérésre indít. Az ő sebei azok, amelyekkel meggyógyulunk, mondja Jézsaiás 53. fejezetében. Nagyon érdekes, hogy nem az ismeret az, ami az embereket átformálja. Ilyen alapon a legokosabb emberek lennének az élenjárók a vallás és a hit dolgaiban, hanem az Istennel való találkozás, a személyes bűnösség fölött érzett fájdalom és a megrendülés. Az Isten jóságának a beengedése az életünkbe. Nagyon szép idézetet szeretnék olvasni a Jézus Élete című könyv 4. fejezetének a végéről, ami igazán találóan érint meg bennünket, amikor olvassuk vagy hallgatjuk. Így hangzik ez az idézet. A földi apa agódik fiáért. Amikor kisgyermeke szemébe néz, remegve gondol az élet veszedelmeire. Azt hiszem, ezt sokan ismerjük, akik ismerjük az életet, meg akik apaként éltük át ezt a helyzetet. Oltalmazni szeretné kincsét Sátán hatalmától, távol tartani a kísértéstől és a küzdelemtől. Ez a földi apának a helyzete meg a vágya. Isten ezzel szemben odaadta egyszülött fiát, máshol így írja, hogy a szerelmes fiamat, azt, aki az igazi, aki a lényem lényegével azonos. Isten odaadta az egyszülött fiát egy még áldázabb küzdelem megvívására, és még félelmetesebb kockázat vállalására, hogy az élet útját biztosítsa kicsinyeink számára. Biztosan érezzük a szembeállítást, azt mondja, egy földi apa mindent megtenne, hogy megvédje a gyermekét a támadástól, a rossztól, a próbáktól. Azt mondja, hogy ehhez képest Isten, nem a földi apa, nem egy ember, hanem maga az Isten, a saját rendkívüli fiát, nem hogy visszatartotta a mennybe, pedig ő megtehette volna, hát semmi dolga nem volt ezen a földön. Azt mondja, nem hogy megvédte mindettől a fiát, hanem tudatosan ideengedte közénk, ide küldte közénk. Így olvastam szó szerint, hogy odaadta az egyszülött fiát egy még áldázabb küzdelem megvívására. Tudnék, az ő küzdelme nem olyan volt, mint a miénk. Őt fokozottan támadta Sátán, fokozottan el volt kötelezve az elveszítésére. Sokkal súlyosabb volt az ő számára az ember élet kihívása, mint a mi számunkra, vagy a mi gyermekeink számára. Tehát egy áldázabb küzdelem megvívására, félelmetesebb kockázat vállalására, még félelmetesebb kockázat vállalására, de miért tette ezt az Isten? Mi volt a célja mindezzel? Hogy az élet útját biztosítsa. Na jó, de kinek? Igen, mindenkinek ez igaz. Nekünk is ez is igaz. De ez a mondat annyira találó. Azt mondja, hogy az élet útját biztosítsa a kicsinyeink számára. Azt mondja, hogy ember, gondolj bele, hogy te mit tennél a fiaddal, ha tehetnél, mindentől megvédenéd. Az Isten pedig odaadta a fiát mindenre, amit te el akarsz kerülni, amit te nem szeretnél, hogy a gyereked átéljen. Melyikünk szeretné azt élni át a gyerekkel, amit ő átélt? És nem azzal próbál a szívünkre hatni, hogy azért adtam oda a fiamat, hogy az élet útját biztosítsam a te számodra, pedig ez is igaz, meg én is a fia vagyok valakiknek, hanem azt mondja, hogy hát, ha ebből megértik, ha így mondom, hogy én odaadtam az én fiamat azért, hogy az élet útját biztosítsam a te fiad számára. Én az én fiammal mentettem meg a te fiadat. Mi a te válaszod erre? Erre valamit válaszolni kell az embernek a lelkében. Ezzel szembesülni kell, és erre válaszolni kell. Így folytatja ez a szakasz. Ebben van a szeretet. Csodálkozzatok egek, ámulj ó föld. Itt nincs mit magyarázni emberi szavakkal, ezt végig kell gondolni, újra meg újra, meg minden nap. Ennyit tudod csak mondani, ez egy tökéletes összefoglalás, hogy ebben van a szeretet. Egy dolgot tehet az ember, csodálkozik és ámul azon, amit az Isten tett.
Azt már csak megjegyzésként fűzöm hozzá, hogy van ennek egy tükörkép ennek a kijelentésnek, ugye ellentétes előjele, de azért a logikája ugyanez és félelmetes. Amikor Izrael el akarta hagyni Egyiptomot, és a fáraó ezt nem akarta megengedni, akkor az Isten azt üzente a fáraónak, hogy elsőszülött fiam nékem az Izrael, ha te nem engeded el az én elsőszülöttemet, akkor én meglátogatom a te elsőszülöttedet és a te országod elsőszülötteit. Az én elsőszülöttemért elveszem a tiedet. Tudjuk, hogy mi történt, ez volt a 10. csapás. Tényleg ez történt. Egyiptomban minden elsőszülött meghalt azért, mert a fáraó nem engedte el Izraelt. Azt mondja az Isten, hogy az én fiamért számon kérem a te fiadat, ebben az értelemben és ebben a helyzetben. Ez a negatív példa, ugye, de párhuzamot mutat a logikájában, de mindnyáján érintettek vagyunk a pozitív példában, hogy azt mondja, én odaadtam az én fiamat azért, hogy a te fiad élhessen örökké. És még egy dolgot hadd tegyek hozzá, ez az Isten szeretetét bizonyította, amit itt elmondtam. Erre gondol Pál apostol, amikor azt mondja, hogy Isten szeretete az, ami megtérésre indít, már ha szembesülsz vele, már ha végig gondolod, hogy mit jelent ez, meg újra, hogy hasson, hogy újra átéld, akkor segít. Ehhez képest azt mondja, hogy az ellenségről is néhány szót szól, hogy micsoda ellensége van az Istennek és nekünk. Azt mondja, Sátán gyűlölte Krisztust a mennyben azért a magas tisztségért, amelyet Istennél elfoglalt. Tehát alapvetően ez volt a kiindulási helyzet, innen indult, ez volt minden baj gyökere, hogy a mennyben, még mielőtt mi lettünk volna, Sátán gyűlölte Krisztust, mert irigy volt rá az Istennél elfoglalt helyzete miatt. Így folytatja, gyűlölete fokozódott, tehát minőségileg magasabb, hát fokozatba kapcsolt, amikor ő maga levettetett a mennyből a lázadásának a következményeként. Tehát nem magába szállt, hanem még inkább gyűlölte azt. Tehát még előrébb ment abban, ami az egésznek a kiváltó oka volt. Gyűlölte azt a valakit, Jézust. És most jön a harmadik fázis. Gyűlölte azt, aki elkötelezte magát a bűnös ember megváltására. Tehát még inkább öregbült a gyűlölete Jézus iránt azért, mert az ő kezeiből, Sátán kezeiből meg akart menteni bennünket, meg a mi gyermekeinket. Ebben a relációban, ebben a koordinátorrendszerben kell elhelyezni magunkat lelkileg, hogy adott az Isten, aki odaadta az egyszülött fiát, hogy a mi gyerekeinknek üdvössége legyen, és adott egy ellenség, Sátán, ugye a neve is ennyit jelent, hogy ellenség, hogyha magyarra fordítjuk, aki viszont annyira gyűlöl mindent és mindenkit, hogy Krisztust azért még inkább gyűlöli, hogy bennünket meg akar menteni. Hát ehhez képes kell eldönteni azt, hogy mit akarunk mi, melyik oldalon állunk, kit engedünk be az életünkbe, kit szolgálunk ki az életünkben. Az egész életünk arról szól, hogy létrejönnek közöttünk és Isten között egy valóságos viszony. Létrejönnek közöttünk egy olyan viszony, ami egy működő kapcsolat. Isten nem azt akarja, hogy levelező hallgatók legyünk az ő országában, hogy veszünk utasításokat, végrehajtjuk és visszaküldjük a jelentést, hogy megcsináltuk. Ő arra vágyik, hogy élő és valós közösség alakuljon ki közte és a teremtmények között, minden teremtmények között, beleértve bennünket is egyen-egyenként. Ez sohasem lesz olyan értelemben kiegyensúlyozott partneri kapcsolat, hogy egyenrangú felek kapcsolata. Ő a mindenható, ő a teremtő, mi pedig megváltottak, megváltásra szorult emberek vagyunk, akiket szeret, de hát nyilván nem ugyanazok a képességeink, nem ugyanazok a jogaink, nem ugyanaz a hatáskörünk, mint neki. Ő megbocsájtó, mi pedig érdemtelen bűnösök vagyunk, ebből következik a reláció, hogy így mondjam, a kapcsolat köztünk. És amíg ezt mi nem ismerjük fel, amíg mi egy lehetőséget adunk neki csak az életünkben, amíg nem ismerjük fel a rászorultságunkat, addig sajnos nincs segítség a számunkra. Ha viszont igen, ha ez megszületik, ez a felismerés, ez, amit a boldog mondások úgy mond, hogy boldogok, akik sírnak, mert megvigasztaltatnak, boldogok a szegények, mert ugye rájöttek arra, hogy szegények, és akkor már indulhatnak a megoldás felé. Hogyha ez megtörténik, akkor Isten rehabilitálhat bennünket, és a fiai lehetünk. A rehabilitást ugye ahhoz képest értem, hogy kezdetben mit szánt nekünk. Ez az az út, amit be kell járnunk, és ezen az úton ez a felismerés indíthat el bennünket, hogy az Isten szeret bennünket. És itt egy nagyon fontos dolgot hadd jegyezzek meg, ami engem is hát foglalkoztatott, és meg nemrég felismerést is jelentett. Tudnék, hogy Jézus tanítványai, a 12-re gondolok most konkrétan, sok mindent tudtak, nagyon okosok voltak,
Volt, hogy már másokat akartak eltiltani Jézustól, volt, hogy tüzet akartak kérni a mennyből, mert úgy érezték, hogy már érzik, hogy hogy kell bánni ezzel az erővel, ami rendelkezésükre áll. De a lényeg még mindig hiányzott az életükből. Ugye 3,5 év után, amit Jézussal töltöttek, tehát nem akárkivel, Jézussal 3,5 évet, szoros közösségben, nap mint nap, még mindig ott tartottak, hogy ki a nagyobb, és nem értették Jézus áldozatát, ennek a lényegét. Nem értették azt, hogy ő mire készül, és mennyire magányos, amikor erre készül, ugye amikor jelentette a szenvedéseit, és nem fogták fel, szörnyű lehetett neki. És joggal vetődik fel bennünk a kérdés, engem is ez foglalkoztatott, hogy ha egyszer igaz az, amit korábban mondtam most itt a mondandómban, hogy nem lehetek elégedett a saját eddigi életemmel, akkor ez a tanítványokra is igaz volt, csak ők nem tudták, hogy ők sem lehettek elégedettek azzal, hogy azt a 3,5 évet hogyan használták, és hogyan használták ki, pontosabban hogyan nem használták ki. És az az érdekes, hogy mégis azt látjuk, hogy 50 nappal később, pünköstkor, hát minden a helyén volt és rendben volt. Alkalmasak voltak arra, hogy a Szentlélek rájuk szálljon, hogy embertömegeket megszólítsanak, megtérésre vezessen általuk az Isten. Tehát ez olyan különös, hogy 3,5 év kárba veszni látszott, aztán meg 50 nap alatt, mintha utolérték volna magukat, felzárkóztak volna. Akkor voltak a legerősebbek hitben, érdekes módon, amikor Jézus nem volt velük. 3,5 évig velük volt, elég sokat csetlettek, botlottak. Volt, hogy Jézus azt mondta, hogy meddig leszek még köztetek, és meddig szenvedlek titeket. És olyan érdekes, hogy miközben 3,5 év Krisztus jelenlétében nem hozta meg a kívánt hatást, utána 50 nap, jó, nem mind az 50 nap volt a távollétében, de mégiscsak végül már nem volt velük, amikor elérjük pünkösdöt. Mást várnánk, nem? Más lenne a logikája a helyzetnek. Mi lehet akkor erre a magyarázat? Ők más Krisztust ismertek meg, a golgotai szenvedés történet után. Addig számukra Jézus egy vonzó, kedves, Szentlélektől áthatott tanító volt, Istentől jött tanító volt, a messiás volt. Hozzáteszem, a messiás képükben is nagyon sokat kellett csiszolódniuk, mert ugye egy hamis messiás képben éltek ők, ami a várakozásaikat illeti. Ezt kapták tanításként a farizeusoktól és az írástudóktól. Sok mindent már így megértettek, ez igaz, de még mindig nem változtak meg. Hiába okosodtak, nem lettek jobbak és mások, még úgysem, hogy Jézus mellett éltek. Az ő életükben is valami változást hozott, és hogyha belegondolunk, hogy Jézus az utolsó vacsorától, amikor Jézussal ugye utoljára találkoztak, mielőtt kimentek még a Gecsemáné kertjébe együtt, hogy az utolsó vacsora előtti állapottól kezdve, amikor még nem voltak ráhangolódva Jézusra és az országára, pünkösdig mi változott az életükben, akkor csak egy dolgot mondhatunk, hogy az, hogy meghalt a Mester. És onnantól kezdve nem az élő Mester állt előttük, hanem az a Mester, aki meghalni is kész volt. Nem csak a világ bűneiért, hanem az ő bűnükért is. Úgy is mondhatjuk, hogy többé már nem a nagy tanítót látták benne, hanem Isten messiását, aki meghalt értük az ő bűneikért. Most már nem úgy gondolkodtak, hogy XY-nak ott a 12 között nagyobb a bűne, mint nekem. Nem egymást látták igazán bűnösnek, hanem végre jutottak oda, hogy magukat látták bűnösnek. Ahogy Pál apostol mondja is, ugye egy más helyen, ugye ő nem a 12 egyike volt, Pál apostol mondja is, hogy a bűnösök között elsőnek tekinti magát. Holott hát az evangélium legnagyobb szolgája volt gyakorlatilag a hatását tekintve. Igen, ez igaz, csak hogy előtte tett mást is, és Pál úgy érezte, hogy nincs az a szolgálat, amivel meg nem történtért tudja tenni a korábbi hibáit és a korábbi bűneit. Én azzal zárnám a gondolatmenetet és a mondandómat, amellett, hogy megköszönöm a figyelmet és a türelmet, hogy fel kell tennünk magunknak a kérdést, úgy érzem, mindnyájunknak fel kell tenni a kérdést, hogy hogyan értékeljük a saját hívő életünket. Előre haladó életet élünk, tehát érezzük azt, hogy progresszív, előre haladó, növekvő, fejlődő ez az élet, vagy inkább az igaz ránk, hogy olyan rostogló, stagnáló, olyan hullámzó, tehát hogy vannak benne jobb szakaszok és rosszabbak. Én félek, hogy legtöbbünkre az utóbbi igaz. Félek, hogy legtöbben küszködünk ezzel a tapasztalattal az életünkben, de legalább legyünk őszinték és valljuk be legalább magunknak. És ennek az az oka talán, amiről itt korábban beszéltem, hogy valahogy nem vesszük elég komolyan. Nem vesszük komolyan a célt,
amit magunkévá tettünk pedig, és nyilatkoztunk róla. Nem veszük komolyan az Istent, aki mindent nekünk adott az ő fiában, ugye, ahogy Pál apostol mondja a Római levél 8. fejezetében, hogy aki az ő fiának nem kedvezett, hanem mindnyájunkért odaadta, mi módon ne adna vele együtt mindent mi nekünk, mintha nem vennénk komolyan ezt a szeretetet, és nem becsülnénk előképpen. És minthogyha az ellenséget sem vennénk komolyan. Mintha nem lennénk eléggé meggyőződve arról, hogy nem hétköznapi emberi mulandó gonoszságról van itt szó, hanem egy természet fölötti lénynek, egy démonnak az engesztelhetetlen gyűlöletéről van szó. Isten iránt, Isten fia iránt és Isten teremtménye iránt, mindazok iránt, akik a jobb úton akarnak járni, mert ennyiben rögtön hadat üzennek neki, aki a gonoszságnak a fejedelme. Úgy érzem, minthogyha nem becsülnénk azt a lehetőséget, amit Isten nyitott a számunkra. Tudom, furcsán hangozhatnak ezek a szavak, mert voltam katona, és onnan sok mindent örököl így, vagy magával hoz az ember. Most annyira ideillőnek érzem, hogy olyan, mintha hívő emberekként tudnánk mindent, elméletben végig tudnánk járni az utat, de a gyakorlatban mégis az történne, hogy ott állunk az üdvösség kapujában, amit Isten nyitott, megnyitott előttünk, és még mindig nyitva áll előttünk, még egy ideig. Ott állnánk, és ott topáznánk, már bocsánat, hogy mondom, aki volt katona, biztos tudja, hogy mire gondolok, bénáznánk, tehát tényleg erre nincs jobb szó, hogy mire várunk, vagy mi akadályoz bennünket, hogy igénybe vegyük azokat az erőket, azokat a lehetőségeket, amiket az Isten adott nekünk. Az egyedül helyes magatartás az lenne, amit a Filippi ömlősztartónál látunk, aki meggyőződött volna, hogy Isten embereivel van dolga, és azt mondta, hogy mit cselekedjem, hogy örök életet nyerhessek. Ezt a kérdést fel kéne tennünk, és az életünket ennek a kérdésnek, és az erre adandó válasznak alárendelni. Vegyük észre, hogy mennyire hasonlít ez a kérdés arra, ami az alapkérdésünk volt, tudnék Péter apostol kérdése, hogy mivel, hogy azért mindezek felbomlanak, ugye ez az indoklás, ez a sürgetés, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben? Ez ugyanazt jelenti, hogy mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem. Azzal fejezem be az záró gondolatsort is, hogy nincs rosszabb annál, mint elkezdeni valamit és nem befejezni. Biztos nem szeretjük ezt az érzést, és biztos mindjárt ismerjük. Belevágunk valamibe, nyelvtanulásba, vagy bármibe, elkezdjük, és aztán nem vagyunk kitartók, és nem fejezzük be. De azért milyen más egy nyelvtanulás, mint mondjuk az örök életet kockára tenni. Hogy én szeretnék legyőzni a bűneimet, szeretnék az Isten oldalán élni, elindulni ezen az úton, és aztán nem fejezni be. Ennél nagyobb veszteséget nem tudok elképzelni. Egy életen át várni valamire, az üdvösségre, és aztán lemaradni. Ez a balgasz üzek esete, ez benne van a Bibliában. Már tényleg ott tartunk, hogy a kövek szólnak, szinte ugye jeleggyanánt, amit az imént összefoglaltam az elején a mondandómnak, és mindez azt mutatja, hogy itt nincs értelme berendezkedni ezen a földön. Nem csak azért, mert erkölcsileg értéktelen ez a világ, hanem most már kifejezetten veszélyes, sőt lakhatatlan is. Most már csodaszámba megy életben maradni ebben a világban, amilyen állapotok vannak. Csoda az, hogy egy olyan helyén élhetünk a világnak, ahol most éppen nincsen háború. Éppen nemrég beszélgettem valakiről, azt beszéltük, hogy lehet, hogy sok mindennel elégedetlen az ember, lehet, hogy sok mindent el tudnak képzelni máshogy, észszerűbben, célszerűbben, igazságosabban, kedvezőbben. De manapság ott tartunk, hogy annak is örülni kell, hogyha békében érhet az ember, és van élelmünk és ruházottunk, hogy Pál apostol mondta. Hív embereként ezt meg kell látnunk, bibliai olvasó embereként ezt fel kell ismernünk. Én azt kívánom, hogy használjuk fel azt az időt, ami még hátra van a személyes üdvösségünkre, ennek a munkálására, a családtagjaink üdvösségének a munkálására, és arra, hogy minél több embernek tudjunk segíteni ezekben a dolgokban, a tisztánlátásban és a döntésre jutásban, amennyit emberileg lehet ebben segíteni, közreműködni, mert a döntő munkát Isten lelke fogja elvégezni mindnyájunk életében. Amen.